Amíg lementünk a patakra a barátommal, ő elmondta, hogy csak kapálózni kell a kezünkkel és a lábunkkal, mint a kutyák, és akkor fogunk tudni úszni. Ez így is történt. És ott megkérdezik, hogy tudunk úszni? Hát mondom, igen. És én meg beleugrottam a vízbe, a patakba, abba a mély vízbe, a hídról. Úgyhogy elmerültem, és ott nem volt mit tenni, ott kapálozni kellett, és így kijöttem. Úgyhogy utána, ahogy kijöttem, mondtam, hogy én már tudok úszni. Vácott és Sződ-ligeten nőttem fel. A Duna az az életemnek a része. Illetve a Tisza, amivel meg édesapám 1978 óta jártunk le horgászni. A nagymamám egyedül élt. Korán meghalt a férje, nagypapám. Az isteni hitet ő plántálta belém, már egész kicsi gyerekkoromban. Amikor lefeküdtem, akkor mondta, hogy öcsikém, tedd össze a két kezed, és csak annyit mondjál, hogy köszönöm Istenem ezt a napot. Kilencemben érettségiztem, mindig a kereskedelem érdekelt jobban. Gyöngyösön voltam a főiskolán, ott kereskedelmi menedzser megtanultam. Már ugye megnyíltak a nyugati határok, lehetett külföldre menni, behoztunk autókat, aztán eladtuk, és így nagyon jó módban tudtunk élni. Lényegesen többet kerestünk, mint amennyit mondjuk én keresettem volna bárhol is. Akkor kezdődtek el a hitelezések Magyarországon, és úgy gondoltam, hogy ez egy jó lehetőség, hogyha az ember, mint pénzügyi tanácsadó, egy hitelbroker, tud saját maga dolgozni. És akkor megcsináltam az első ilyen hitelbroker céget. Az ország talán egyik első ilyen hitelbroker cége volt. Nagyon szépen ment, nagyon jó anyagi hátteret nyújtott, de nagyon sokat dolgoztam vele. Aztán sajnos erre ráment a családom is. Aztán jött a 2008-as világválság, ahol nem tudtam már tovább csinálni a vállalkozásomat, és elmentem egy nagy vállalathoz dolgozni. Ott voltam kereskedelmi menedzser, próbáltam segíteni egy kolléganőmnek, egy polcot próbált feltenni, és fölmentem helyette, hogy majd én berakom a polcot. Leszakadt alattam a létra, és leszakadtak a csigolya tartó szalagok a gerincemről, és akkor egy jó ideig otthon voltam betegállományban, ez több mint egy évig. Még nem teljesen tudtam azt, amit most már tudok, hogy ez miért volt, meg hogy miért is történt ez igazából, de egy valamire rájöttem, hogy nagy vállalatok nem biztos, hogy úgy néznek rám, hogy mint egy ember, hanem tulajdonképpen mint egy droid, hogy amíg termel, amíg húz, addig jó, és aztán utána vége, hogyha valami van, akkor leveszik róla a kezüket. Egy melanoma lett a hátamon, és azt meg kellett műteni. És én akkor nagyon el voltam keseredve, hogy vajon ez meddig tart, ez most, itt most van áttét, nincs áttét. Mert sajnos az orvosok se tudták nekem megmondani akkor, amikor diagnosztizálták. Volt egy másfél hónapom akkor, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt. Akkor mindig a sírással küszködtem, de a hitem még erősebb lett. Amikor meggyógyultam, akkor teljesen egyértelmű volt számomra, hogy én ott ígéretet tettem a Jóistennek valamiért. És én onnantól fogva, bár még nem tudtam azt, hogy mi lesz pontosan az utam,
De azt tudtam, hogy valami mást kell, hogy csináljak, mint amit, és másképp is kell éljek, mint ahogy addig éltem. Az építőiparban kezdtem el dolgozni. Először a beruházói oldalon voltam. Egy alkalommal mondták, hogy hoznak mellém egy segédet, és hogy ő is hisz Istenben, úgyhogy mi most itt nagyon jól el leszünk. És így ismertem meg a Bajcsi Norvi nevezetű fiatalembert, akivel a mai napig is együtt dolgozom, és nagyon hálás vagyok neki mindenért. Beszélgettünk nagyon sokat a múltról, és elmondta, hogy drogos volt, és a Jóisten által tudott ő megszabadulni a drogtól. Mint a segéde a hegesztésnél, ott volt velem mindig. Ő volt az az ember, akiben első pillanattól fogva nagyon-nagyon megbíztam. Ez a mai napig is töretlen ez a bizalom. Azt láttam meg benne, hogy van egy ember, aki annak idején hogyan élt, és egy 180 fokos fordulat van itt. Egy olyan ember, akitől nem tudsz úgy kérni, hogy ő ne csinálná meg. Van egy olyan ember, aki tényleg Isten embere. Aki segít, akivel el tudsz beszélgetni. Ha valami olyan problémád van, akkor biztos, hogy volt egy olyan ige, vagy küldött egy olyan igét, ami már megoldás is volt az én problémámra. Lehet egy olyan hasonlóság a Norbi és az én életem között, egy olyan párhuzam, ami az ő drogfüggősége és az én pénzhajházhatom között van. Tehát ez egy párhuzam. Ő nyilván a rehabilitációs központban tért meg. Én viszont nekem az utolsó nagyon nagy pofon ugye a betegségem volt, és utána találkoztunk mi. De azt gondolom, hogy ugyanolyan függőség az, hogy valaki dolgozik reggeltől estig, és azért, hogy még több pénze legyen, mint az embernek a függősége, aki mondjuk kábítószerezik vagy drogozik. Én azt gondolom, hogy ez ugyanolyan függőség. Csak az egyiket azt elfogadják, a másikat meg elítélik. Volt egy közös elképzelésünk, hogy próbáljunk meg egy olyan vállalkozást csinálni, amiben azokat a fiúkat, akik ugyanilyen helyzetben voltak, mint a Norbi, hogy rehabilitációs központból kijönnek, akkor legyen nekik egy lépcső, hogy lássák azt, hogy megbecsülik. Tehát, hogy legyen nekik idejük arra, hogy majd a normál életre fel tudjanak készülni. A fiúk legtöbbje megtért fiú, keresztény. Soha nem volt bennem félelem. Akkor nagyobb félelem van bennem, amikor nem keresztény emberrel van üzleti kapcsolatom. A hitünk, tehát az Istenbe való hitünk, ez az, ami összeköt minket. És itt teljesen mindegy az, hogy most én vezetőként vagyok, ő meg egy burkoló, vagy egy festő, vagy egy kőműves, vagy segédmunkás, teljesen mindegy. Ez egy vállalkozás, ez akkor működik, amikor egyenlőek vagyunk benne. Tehát én nem tudok nélkülük létezni, ők nem tudnak nélkülem létezni. Ez egy szimbiózis. Semmivel nem vagyok különb, mint ők. Sőt, én nagyon sokat tanultam tőlük. Ők sokkal többet tettek, sokkal nehezebb volt nekik, mint nekem. Tehát, hogy sokkal erősebbek, mint én. Ők egy függőségből jöttek ki, megjárták a poklokat. Tehát róluk lemondtak, őket megvetették. Ők sokkal többet tettek bármelyikünknél. Ahhoz, hogy most ott legyenek, ahol
ahol vannak. Ha két ember fut egy göröngyös úton, mind a kettő eleshet, a másik fogja őt felsegíteni. Hogy milyen státuszban vagyunk most, ez engem abszolút nem zavar, és nem is érdekel. Soha nem is érdekelt. Mi kitaláljuk az utunkat, de a Jóisten vezeti lépteinket. És én ezt hagyom. Akkor hisz igazán Istenben egy ember, és akkor bízik Istenben igazán, hogyha azt meri mondani, hogy legyen a te akaratod szerint. És én ezt akarom, hogy legyen minden az ő akarata szerint. Ők fantasztikus srácok ám. Ők nagyon hálásak minden apró dologért. Lehet, hogy nem tudja úgy elmondani, de a cselekedeteiben látszik mindegyiknek, és én sokkal jobban szeretem azt, hogyha a cselekedeteiben mutatkozik meg valakinek a hite, mint sem a beszédében. Azért vagyok én felelős, hogy mindig legyen munkánk, ezek a fiúk jól érezzék magukat, biztonságban is jól érezzék magukat. Azért vagyok felelős, hogy ők megtalálják a helyüket a normál életben. Nálunk nincsenek különbségek. Egy részről. Más részről pedig én azt gondolom, hogy azok a fiúk, akik itt dolgoznak ebben a cégben, ezek ugyanúgy gondolkodnak, ahogy én. És ez egy nagyon nagy áldás. Tehát, hogy nincs az, hogy két, három, négy, öt irányba evez az ember, hanem beül a hajóba, és egy irányba evezünk.